Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban kirándulást teszünk a Dégi Festetics kastélyhoz. Szó lesz egy tehetséggondozó programról, és megismerhetjük Zoé történetét is. Tartsanak velünk! Felújítják a Dégi Festetics kastélyt. Az épületet jelenleg renoválják, így az nem látogatható, ám a kastélyhoz tartozó park és a hollandi ház továbbra is látogatható. Kollégánk a mesés helyszínen járt. Köszöntöm a nézőket innen Dégről, a Festetics család birtokán járunk, és ez az egyik birtokhoz tartozó sziget. Mögöttem látható a sír domb, gyakorlatilag ahol a Festetics család néhány tagja van eltemetve, nem akartak halálukban sem eltávolodni az otthonuktól, gyakorlatilag ami nyári lakként funkcionál, hiszen ahogy megtudtuk, nincsen fűtés a kastélyokba, tehát ez csak nyáron lehetett használni. Egy kis történeti érdekességben el lehet azt mondani, hogy gróf Festetics Antal 1810 és 1815 között építette ezt a kastélyt. Polák Mihályt, a kor klasszicista, egyik legnagyobb klasszicista építészét bízta meg azzal, hogy készítse el a kastélyt és a hozzátartozó épületeket. Magyarország legnagyobb angol parkjában állunk. Pont mögöttünk áll egy gyönyörű szép tölgyfa, ami egy idővel lett ültetve, amikor indultak itt a építő munkák. A klasszicista stílusról azt kell tudni, hogy az egy nagyon-nagyon letisztult stílus, egy nagyon tiszta stílus. A barokkal, a pompa, az itt egy kicsit visszavette magát az ember, és a természet szeretet, és ahogy az épület vele illeszkedik a természetbe, ez a klasszicista építészetnek a titka, hogy úgy mondjam, és én úgy gondolom, hogy a látogatók pont azért szeretnek ide eljönni, és vissza is térni, mert egyszerűen olyan gyönyörű a helyszín, és olyan szépen, olyan lélekemelő nekem is, személyem, szerencsére nekem egy ilyen gyönyörű, szép munkahelyem van, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy talán pont ez ennek a helyszínnek a titka, hogy ilyen szépen el vannak, hát több épületből áll az egész helyszín, és én gondolom, hogy ezért is a látogatók ezért jönnek ide ilyen szívesen. A történelem során több funkciót is ellátott a kastély épülete. Melyek voltak ezek? Hát úgy volt, hogy a háború alatt, mint kórház volt német katonáknak, ezért van is egy emlékműnk, ami erre emlékeztet minket, akkor a görög gyerekek voltak elhelyezve, és utána magyar gyermek otthonnak volt. A felújítás előtt már kis múzeum volt, ami egy nagyon helyes kis kiállítás volt, a kollégák nagyon szépen összerakták, ami egyben volt a park felújítással, ami 2015-kor lett átadva. A felújítás, ahogy mondtad is, nem most kezdődött, illetve nem mostanában kezdődött, hanem a 2010-es évektől kezdve, sőt, hanem előbb kezdődött. Egy kicsit menjünk végig a felújítás lépcsőfokain. Hát kezdődött egy Keop projekttal, ami főleg a park és a parki attrakció volt a központja ennek a felújításnak. Volt, mondom, egy kis szerény kis kiállítás, amit a látogatók nagyon kedveltek. És akkor így, hogy is mondjam, a központi érdekbe került Dég, és így szerencsére azt mondhatjuk, hogy így belekerült a Nemzeti Kastély és Nemzeti Várprogramba, és így aztán egyre léptekkel, kis léptekkel egyre jobban kezd kialakulni ez a gyönyörű, szép turisztikai helyszín. A mostani felújítás az, hogy elérte a mostani állapotát az épület kívül belül, mikor kezdődött, milyen összegekből, milyen támogatásokból valósult meg? A kastély 2018-ban sikerült lerakni az alapkövet, és úgy el is indultak a munkálatok, ami egy óriási nagy eredmény volt, és minden tervező kollégának, a kivitelőzőnek is gratulálni szeretnénk, mert egy nagyon nehéz egy ilyen projektet végrehajtani. Körülbelül azt tudom mondani, hogy 3 milliárdból lett most felújítva ez a helyszín, ami a GINOP, ami egy EU-s összeg, vagyis egy EU-s támogatás, és hazai forrásból, körülbelül így a fele-fele. Mikor fejeződött be a felújítás? Most már tényleg minden kész van, és várja majd a látogatókat?
A műszaki része már kész az épületnek, még az engedélyezése még nincs, szóval sajnos most még nem engedhetünk be látogatókat a kastélyba, reméljük, hogy ez hamarosan megtörténik. A kiállítás kezd, most építjük a kiállítást, úgyhogy ez sajnos ahhoz, hogy egy gyönyörű, szép kiállítást felépítsünk, az sajnos egy több hónapos munka, és ez indult most el. Habár a kastély épülete a felújítás és a különböző előkészületi munkák miatt még nem látogatható, de a külső területek folyamatosan várják az érdeklődőket. Magyarország legnagyobb angol parkjában vagyunk, amihez hozzátartozik egy nagyon nagy tórendszer, ami körülbelül 2 kilométer hosszú. Talán a legkiemeltebb épület, ami nagyon sok személy ismer, az a hollandi ház, ami a legnagyobb sziget közepén áll, ami egy dísztehenészet volt. És az is látogatható lesz, ott is tervezünk egy kis kiállítást. Ha jól tudom, de nem szeretnénk túl sokat elárulni, egy műtehén lesz, amit a gyerekek még fejni is tudnak, meg főleg az egészségügy, vagyis az egészséggyógyítás állott a központba, miután hát Festetics grófné ott gyógyította a tüdőbetegségét, úgyhogy ott is várjuk majd szeretettel a látogatókat. Nagyon sok parki attrakció sikerült most ebben a projektben is létrehozni. Részben lesz egy csónakázási lehetőség, van egy nagyon szép kis stég, amögött egy játszótér. Szóval így próbáltuk attraktívá tenni ezt a helyszínt, de ugyanúgy el lehet sétálni. Van 100 hektáron egy nyugodtabb helyre is le lehet pihenni. Nagyon sok parkpadot tudtunk elhelyezni, majd a látogató meg tudja figyelni, hogy minden padon van egy kis idézet, ami a múltra utal olyan emberekről, akik itt jártak, és szóval mindenhol próbáltunk ilyen kis szépségeket feltüntetni. Ez a hely gyönyörűen alkalmas arra, hogy az ember megismerje a hazai flóra és faunát, ami van Magyarországon, az itt ebben a kastélyparkban van. Hát ezért is lett, mint arborétum minősítve. További érdekesség, hogy a Dégi Festetics kastély területén 2 nagy játékfilmet is forgattak. Itt vették fel a Kincsem című magyar film egyes jeleneteit, valamint forgatási helyszínként szolgált a Jennifer Lawrence főszereplésével készült Vörös Veréb című akciófilm kapcsán is. A ritka mozgásszervi betegséggel született fehérvári Szaller Zoé gyógyulásán magyar-amerikai orvoscsoport dolgozik. A drága beavatkozáshoz szükséges pénzösszeg már rendelkezésre áll. Zoé már jár, de még több műtétre szüksége van. Zoé 2019. decemberében született egy speciális jobblábának szárkapocs csontját érintő, úgynevezett fibulár hemimélia nevű betegséggel. A rendellenességet már az ultrahangvizsgálatok is kimutatták, ám a magyar nyelvű szakirodalom mindenről kevés ismerettel rendelkezett. Zoé nagyon ritka és speciális betegséggel született, mit kell tudni erről pontosan? Hát amit mi tudunk róla az, hogy 40-50 ezerből egy gyerek születik ezzel a rendellenességgel, fibulár hemiméliának nevezik. Amikor mi így keresgéltünk róla különböző szakirodalmakat, nagyon nem találtunk az interneten magyar nyelvit. Aztán az itthoni orvos az sokat segített, hogy tudjuk, hogy miről is szól ez a betegség. Igazából a picinek a szárkapott csontja az, ami ugye rövidebb, ezt már az ultrahang időszakában észrevették nála, és ez a csont rövidség, ez az egész jobb végtagra kihat olyan formán, hogy a bokájában is van egy ilyen tartási probléma. Azt szokták mondani, valguszba áll a bokája, nekem csak azt jelenti, hogy így kifele van fordulva a bokája, illetve a további a térd, illetve a combcsontot is érinti az esetek többségében. Zoé, látom, mert elkezdett járni, és nagyon ügyes. Ennek ellenére, ha jól tudom, 2 műtétre van szükség, nem sokára.
az elsőn ugye túl kell esni a 2 éves koráig, és erre tulajdonképpen segítséggel kerülhet sor, és összejött a szükséges pénz összeg, ami nektek gondolom nagyon nagy segítség, és hálásak vagytok érte. Hát hatalmas segítség, és igazából, ha meg is kell említenem valakit, nem is tudom, mert annyira sok segítséget kaptunk szerte széjjel. Nagyon nehezen kezdtük el mi ezt a gyűjtést. Amúgy mind a ketten szociális területen dolgozunk, úgyhogy nagyjából tudjuk azt, hogy milyen ez a helyzet, de azért a másik oldalon állni az egy teljesen más történet. Viszont amit átéltünk az elmúlt napokban, inkább hetekben, az a támogatás, az a segítség, azt álmainkban sem gondoltunk volna, hogy ennyien mellék állnak jó szándékú emberek, sokszor cégek, sportegyesületek, mindenféle programokkal, mindenféle ötletekkel segítettek, hogy ez az összeg összejöjjön a műtétre. Hálásan köszönjük mindenkinek a segítséget, akik segítettek, mert tényleg nagyon sok ember volt, aki támogatást nyújtott. Eleinte ismerősök, barátok, családtagok, aztán jöttek az olyan emberek, akiket nem is ismerünk, és mindenki, aki segített. És hát ugye az egy, amikor már úgy éreztük, hogy nem lehet baj, és mindenki ott van mellettünk, és nagyon sok támogatást kapunk, akkor meg hirtelen kaptunk egy telefonhívást, hogy megnyugodhatunk, mert további segítséget, további támogatást kapunk. A kislányra 2 műtét vár, amit az Egyesült Államokban végeznek el, mert az egész világon csak kevés intézmény foglalkozik célzottan az ehhez hasonló betegségekkel. Az édesapa a kint tartózkodás körülményeiről és az első műtét részleteiről is mesélt, melynek költsége közel 20 millió forint. Az a szerencsés helyzet van, hogy a csillagok majdnem mindenhol azt érezzük, mintha összeállnának, mert az egyik unokatestvérem, ő kint él, és vele, amikor beszéltünk, akkor ő is tud segíteni az ottani körülményekbe, illetve a kinti kórházzal, a kinti orvossal, amikor egyeztettünk, akkor ott is ők is már felcsillantottak lehetőséget, hogy lehet szálláshoz jutni, miként lehet a kórház közelébe lenni, amikor ugye ez a műtét, meg ez az egész folyamat történik. Úgyhogy igazából onnan is elég sok segítséget kapunk ilyen tekintetben. Tudtok valamit részleteiben a műtétről, hogy meddig kell lábadozni, meddig kell kint maradni, és aztán azt követően mire kell majd figyelnetek? Hát elég részletesen elmondták nekünk, hogy mi várható. Nagyjából azt mondták, hogy a műtét után 2 nappal következik egy kontroll röntgen, amikor megnézik ugye, hogy sikerült a maga a műtét. Ezt követően 2 hetet ott kell lenni, hogy 2 hét múlva vissza tudjunk menni. Akkor ezeket a rögzítéseket, amikkel ugye a beavatkozás után rögzítik a lábat, azokat véglegesítik, akkor is van egy kontrollröntgen, és azt követően 2 hónap múlva kell visszamenni. És itt van most egy olyan visszajelzés kintről, hogy ezt követően, amikor 2 hónap múlva visszamegyünk, akkor ugye az eszközt kell levenni, ezt a rögzítő eszközt kell levenni a picinek a bokájáról, hogy előfordulhat, hogy azt úgy lehet, hogy már itthon veszik le, és nem kell még egyszer kimenni. Ezt majd az élet megmutatja. Meg hát ugye összességében azt is, hogy ebben a helyzetben, meg ebben a vírus helyzetben, hogy tudunk kimenni, hogy tudunk egyáltalán kijutni, azt is az élet mutatja meg igazából. A beavatkozást követően köszönhetően a magyar és külföldi orvosoknak, a kislánynak jó esélyei vannak a teljes gyógyulásra. A későbbiek során még szükség lesz egy úgynevezett hosszabbító műtétre is, de ez majd csak a növekedési kor végén, Zoé 13-14 éves korában esedékes. A Budapesten már több éves múltra visszatekintő Matthias Corvinus kollégium már Székesfehérváron is indít képzéseket. Buzes Gábor kollégánk a témáról beszélgetett stúdiónkban. Megérkezett Székesfehérvárra az MCC, azaz a Matthias Corvinus kollégium. Hogy miről szól egészen pontosan ez a képzés, ez a képzési rendszer, arra 3 vendéggel fogunk beszélgetni, Öster Anna Máriával, a fehérvári képviseletvezetővel, Sipos Viktóriával, a Fiatal Tehetség Program
koordinátorával, és Szabó Bakos Györggyel, a középiskolás program koordinátorával. Anna Máriától kérdezem először, hogy miről szól ez a program, miért jó ez a gyerekeknek? A Matthias Corvinus Kollégium 25 éve végez tehetséggondozást. Ez egy olyan tehetséggondozó program, ami túlmutat az iskolán. Olyan készségeket fejleszt, képzéseket ad, amelyek a későbbi elhelyezkedést, pályaválasztást segíti, és olyan képzéseket, amelyek az iskola keretei között nem elérhetőek. Ez takarja a nyelvtanulást, írásbeli készségeket, vita akadémia, és a Matthias Corvinus Kollégium műhelyének olyan elismert Magyarországon és külföldön is elismert műhelyeit, akinek az oktatóival ezek a képzések folynak. Most átnéztem elég részletesen a programot, nekem az jött le az egészből egyrészt, hogy ha lenne ilyenkorú gyerekem, akkor szívesen küldeném, hogy csinálja ezt a képzést. Másrészt pedig azt, hogy miért nem lehet ezt belevonni az oktatásba, tehát nem így kéne kinézni az egész közoktatásnak, hogy ez mind benne legyen? Ezt nem lehet elvárni a közoktatástól? A közoktatástól nem. A közoktatásnak mindenki számára hozzáférhetőnek, egy azonos színvonalúnak kell lennie, és ezt mindenki számára biztosítania kell. Nagyon nehéz a tehetségekkel bánni így, mert ők speciálisabb, másféle képzést igényelnek, plusz ismeretanyagokat tudnak elsajátítani. Tehát akkor ez egy tehetséggondozó program. Milyen irányba gondozzák a tehetséget, milyen irányba viszik? Ha jól láttam, akkor azért inkább a humán oldalt erősíti a program. Igen, elsősorban társadalomtudományokban, de olyan képzések is vannak, amelyek mindenki számára, akárha műszaki érdeklődésű, műszaki pályán tanul, akkor is hasznos az elsajátítása. Itt gondolok pszichológiai képzésekre, jogi, gazdasági ismeretekre, amelyek mindenkinek hasznosak. Menjünk bele akkor a részletekbe. Sipos Viktóriát kérdezem, hogy milyen korú gyerekeket várnak a Fiatal Tehetség programban? A Fiatal Tehetség programban felső tagozatos általános iskolás gyerekeknek a képzésével foglalkozunk. Tehát 10-től 14 éves korukig kísérjük a gyerekeket. Ez az első képzési szintje az MCC által kínált programoknak. Ugye itt Fehérváron február óta működünk az első csapatunkkal, ez 25 ötödik osztályos gyereket jelent, és hát itt azért még nem a politika, tudomány és a pszichológia, hanem sokkal inkább az életkori sajátosságoknak megfelelő képzések, kurzusok jelennek meg. Két hetente szombaton vannak jelenléti oktatásaink, természetesen mindig igazodva a járványügyi szabályozáshoz. Itt olyan dolgokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, mint például az újraélesztés, pénzügyi tudatosság, tudatos médiafogyasztás, és aztán ahogy nőnek, úgy segítünk nekik a pályaválasztásban is eligazodni, a tinédzser lelkeket is próbáljuk egy kicsit megtámogatni ezeken a kurzusokon. Akkor ezek szerint ugye már van némi tapasztalat, hogy milyenek a gyerkőcök, mi iránt érdeklődnek. Milyenek a gyerkőcök, és mi iránt érdeklődnek elsősorban? Nagyon nyitottak és érdeklődőek, és nagyon hálásak ezért a különleges foglalkozásért. Ugye egyrészt azért ez valóban egy nagy plusz kiegészítés nekik az iskola mellett, és ezek többségében olyan gyerekek, akik erre vágynak is, és teljes mértékben terhelhetők. És főleg ebben az időszakban, amikor sokkal kevesebb tér nyílik számukra közösséget, barátokat szerezni, fantasztikusan érzik magukat nálunk, és egy csapatépítővel indítottuk egyébként a fél évet, és azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy nekünk is ugye át kellett állni online oktatásra, azért nagyon, nagyon összetartanak és támogatják egymást. Mi a jelentkezés módja, tehát mi kell ahhoz, hogy az ember jelentkezzen, és mi kell az, hogy fölvegyék? Jelenleg negyedik osztályos gyerekek jelentkezését várjuk a programba, tehát velük indul majd az ötödikes képzés szeptembertől. Ők egészen augusztus 30-ig tudnak jelentkezni a fit.mcc.hu oldalon. Itt az adatok kitöltésén kívül egy szülői ajánlás megfogalmazása, amit kérünk, és ezután egy kiválasztási hétvégén vesznek majd részt a tanév elején a gyerekek, akiket behívunk. Itt limitált a létszáma azoknak a gyerekeknek, akiket fogadni tudunk, tehát érdemes minél előbb regisztrálni, bár ugye a határidő az
egészen ugye augusztus 30-ig tart. Milyen fizikai megkötöttség van, vagy megkötés van? Tehát ugye az inkubátorházban zajlik a program. Mennyi hely van, mennyi férőhely van egészen egyszerűen? 25 fős létszámmal indul mindig a program. Maga a képzés így van kidolgozva, ez az a létszám, amivel jól tudnak az oktatóink dolgozni, és nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, hogy csak most van lehetőség csatlakozni a programba, tehát 6.-7. gyerekeket már nem tudunk felvenni menet közben. Szabó Bakos Györgyhöz fordulok, aki a középiskolásokat fogja koordinálni. Ott mi a helyzet? Ott még ugye nincs tapasztalat, mert még nem indult el a képzés. Így van, így van. Nagyon örülünk, hogy helyben is. Eddig is voltak diákok, de ők ugye Budapestre jártak fel, de most itt helyben is lesz számukra képzés. Itt a 14-18 éves korosztályt célozzuk, tehát nincs ilyen megkötés, hogy most 5. vagy 6. itt a 9., 10., 11-esek csatlakozhatnak a programhoz. A felvételi időszak most június 13-áig tart, addig lehet jelentkezni. Maga a jelentkezés feltételei az egy adatlap kitöltése, és emellett pedig egy olvasmány, egy filmélményről egy kritikai esszét kell írni, mint egy másfél oldalban. Ennyi csak a jelentkezés, és várunk minden nyitott diákot, aki érdeklődik a pályaválasztását, szeretné egy kicsit tudatosabban mikhez vinni, vagy amíg nem tudja, hogy mit szeretne lenni, milyen pályán szeretne elindulni, ahhoz is nagy segítséget nyújt ez a program. És milyen legyen mégis ez az esszé? Mi az, ami jó? Egy kritikai esszé, tehát nem egy olvasónapló jellegű dolgot szeretnénk, hanem vagy mi az, ami megfogta abban, amit olvasott, vagy akár látott. Hát a középiskolásokat már azért azt hiszem lehet mondani, hogy a nagybetűs életre is valamennyire föl kell készíteni. Milyen oktatógárda áll rendelkezésed? Mind a két programfelelőshez kérdezem, hogy az oktatók megvannak, és kik ők? Megvannak, neves magyar, illetve nemzetközi oktatók is részt vesznek a programban, akik hát vagy egyetemi központokban, itt a KP esetében, ugye a középiskolás programról beszélve, ott szombatonként vannak képzések, de most már itt helyben is elindulnak, tehát itt klubdélutánokra is hívunk előadókat, ez a jövő évi programot tervezzük. Tehát a középiskolás program az hetente lesz minden szombaton? Havonta egy alkalom van az egyetemi központokban. Ez teljesen szabadon dönthetnek, választhatnak, hogy melyik program érdekli őket. Itt a városban pedig klubdélutánokon vagy hívunk előadókat, vagy programokat szervezünk nekik, vagy akár tanulmányi kirándulásokra megyünk. Van egy ilyen merényletem, mind a kettőjüktől szeretném megkérdezni, hogy mi az, ami a legjobban megfogja. Ugye vannak címszavak, hogy milyen képzési blokkok vannak, mi az, ami a legjobban érdekli önöket? Vagy hogyha gyerekük lenne, akkor hova vinnék a legszívesebben, melyik részére a képzésnek? Viktória? Én azt gondolom, hogy a gyerekek visszajelzései alapján mindig a robotika az első, amit ők nagyon élveznek, és ez fantasztikus. Ugye minden képzésünk élménypedagógiai alapokon nyugszik, és azokat is bevonja, akik esetleg az adott terület iránt nem annyira érdeklődnek, tehát a humán érdeklődésűek is megszeretik a matematikát, mondjuk a művészet és matematika kurzusunkon. Úgyhogy én mindenképpen szeretném, ha a kisfiam egy nap majd fites lenne, és mindent megismerne erről a svéd asztalról, és aztán ő eldönthetné, hogy mi az, ami igazán érdekli. Ez még engem is érdekel, felnőtt esetleg becsatlakozhat matematika és művészet kapcsolata kurzusban? Felnőtteknek nem nyitott a lehetőség, de nagyon szívesen majd az oktatókkal. Tervezzük egyébként, hogy a város felé is nyitunk, úgyhogy hívunk vendégelőadókat, és a város, a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszünk bizonyos előadásokat. Biztos vagyok benne, hogy volna rá igény a középiskolásoknak. Igen, egyfajta szellemi műhelyként. Középiskolásoknál mi lehet a legérdekesebb, legkiugróbb? Nagyon nehéz lenne így választani, szerintem a programoknak nagy előnye a nagyfokú szabadság, tehát igazából mindenki választhat, szemezgethet belőle, ami érdekli, úgyhogy aki az e-learning rendszerekben valamit érdekli és szeretné fölvenni, akkor azokban elmerülhet, emellett a közösségi élmény is nagyon sok lehetőséget rejt magában, és nyilván a klubdélutánok pedig a helyi szinten szabad a tér, tehát igazából mi magunk szervezzük a programjainkat. Most azon kívül, hogy beszélünk róla, meg nyilván van holnap, lesz-e nyílt nap, ilyesmivel lehet-e találkozni? Június 5-én tervezzük a bemutatkozást egy nyílt nappal, ahol már ízelítőt kaphatnak belőle, hogy milyen munka zajlik az MCC-ben.
Nemzetközi gazdasággal foglalkozó szakembert hívtunk környezetvédelmi témában, lesz előadás és workshopok is lesznek. Erre lehet majd regisztrálni, a pontos program ismeretében ezt majd kérjük a segítséget, hogy minél nagyobb nyilvánosság elé tudjuk tárni. De ha valakit addig is érdekel, az mcc.hu-n meg tudja nézni az intézményt, a programokat, és ha személyesen érdeklődik, akkor pedig a székesfehérvár@mcc.hu e-mail címen mindenkinek válaszolunk a kérdéseire. Információ tehát van, információ forrás, és elérhetőek az adatok is. Köszönöm szépen a vendégeinek, hogy eljöttek, és beszélgettünk az MCC-ről, és nagyon jó munkát kívánok, hogy az egész beinduljon, és sínre kerüljön. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!